Éjjel érkeztem vissza Ásotthalomból, egy Szent János Bogár családos táborból, és ma indulok Torontóba, illetve New York államban, Fillmore-ba, Síksándor Cserkészparkba, ilyen tábori lelkészi teendők miatt. Ásotthalmon véletlenül volt a tábor, máshová terveztük, de ott bizonyos okok miatt nem tudtuk megtartani Kiskunmajsán, és Ásotthalmon kaptunk tavasszal helyet. Közben előállt ez a helyzet a menekült áradattal, és néhány család nagyon elbizonytalanodott, hogy jöjjön-e. Mi benn voltunk a faluban, egy erdei iskolában, amit még 100 évvel ezelőtt alapítottak, és nyomát sem láttuk menekülteknek, teljesen biztonságos volt az élet. Egyszer ugyan a nagy területnek a kertjében találtunk eldobott táskákat, valószínű menekültek dobták el, már nem volt rá szükség. Én azt tettem, hogy körüljártam többször is a falun kívül. Mostanra megszerveződött a helyzet úgy, hogy rengeteg rendőrrel, a miskolci rendőrökkel is beszélgettem ott, körülvették a falut, és hogy a zöld határon át érkező tömegek, azok ne tudjanak a faluba bemenni, ezért ott mindjárt megállították őket, és bizonyos falun kívüli pontokra gyűjtötték össze az embereket, akiket aztán fölvettek busszal, és vittek olyan központi helyre, Röszkére, ide-oda, ahol lehetett őket fölvenni, adatokat ellenőrizni, ahol mosakodhattak egyébként. A faluban egy 4200 lelkes falu körülbelül az élet az teljesen normálisan ment, az emberek, fiatalok, öregek, gyerekek végezték a dolgukat, szóval ott nem látszott ez, mára ez a helyzet. Korábban azért sokan jöttek át a falun, és az eléggé zavarta is az életet. Nagyon meglepett az, hogy ezek a nagy csoportok, tehát naponta azt mondják, hogy 1-2 ezren jönnek csak ott Ásotthalmon át a zöld határon, miután ugye Szerbiában, ha felfedezik, hogy érkeztek oda menekültek, akkor azonnal összeszedik őket, buszra teszik, és a magyar zöld határnál kirakják őket. Ott pedig jönnek át, ahogy tudnak. Nagy csoportok voltak. Volt 1-2 olyan csoport, ahol kisgyerekek, öregek, asszonyok, felnőttek is voltak, de sok furcsa olyan csoport is volt, amelyiknél csak azt láttam, hogy fiatalabb fiúk, 8-10-12 évesek, vagy felnő, vagy 20 év körüliek, 1-2 felnőttel, és nagyon, nagyon céltudatosan mentek. Általában a csoportokra az volt jellemző, hogy nem volt náluk különösebben sok felszerelés, csomag, hátizsák, minthogyha kirándulni mentek volna. És nem voltak nagyon fáradtak, nem néztek ki nagyon éhesnek, nyúzottnak, és úgy láttam, hogy nagyon pontosan tudják, hogy hova mennek. A rendőrök azt mondták, hogy itt nyugodtan állunk, mert ők tudják már, hogy mi itt vagyunk, és ide jönnek, mert már ők egymással kommunikálnak, pontosan megvan a telefonban nekik a térkép is, hova menjenek, pontosan tudják, hol lehet átjönni a határon, földúton, és a többi, minél előbb aszfaltútra mennek, ott kényelmesebb azt a pár métert megtenni, a lehető legközelebb ilyen rendőrségi pontra oda mennek, és ott lejelentkeznek, és akkor onnan busszal már szállítják őket tovább. Úgyhogy egy nagyon furcsa benyomásom volt, egyáltalán nem a rászoruló szegény, szerencsétlen menekültekkel találkoztam nagy többségében. Egy másik dolog, a polgármesteri hivatalt megkerestem és kérdeztem, hogy hogyan is néznek szembe ezzel a problémával. Azt mondják, hogy mostanában, főleg a kerítés hírére, ez a ott tavaly ősszel elkezdődött áradat, tehát ez nem most kezdődött, hanem tavaly ősz óta állandóan jönnek napról napra, több százan, több ezeren át a határon, csak ott Ásotthalomnál. Hogy most már más helyeken is jönnek, mint eddig, tehát egész váratlan helyzetekbe botlanak. Tehát ugye az önkormányzat és a rendőrség összedolgozik, hogy védjék a falut, tehát hogy hova helyezzik el a rendőrsöket, vagy egy-egy rendőrautót, hogy a menekülteket összeszedjék. Aztán megkerestem a falunak a lelkipásztorát, ő is mondta ugyanezeket nagyjából, és azt, hogy igazából egy hatalmas nagy tömeggel tavaly ősszel kezdődött, amikor több mint a falu lakossága, mint egy 4700 ember jött át, ez a koszovói problémák idején, ott a zöld határon Magyarországra. Ő azoknak, akiknél úgy látja, hogy valóban rászorulnak, próbál segíteni, de ezt nem szeretik általában a hatóságok, inkább csak, hogy passzolják le, adják tovább, vezessék el a rendőrökhöz, és ne foglalkozzanak velük, ezt kérik a hatóságok általában. De ő mondta azt is,
hogy nem csak olyan csoportok vannak, akik keresik ezeket a rendőrőrsöket, hogy aztán ott kényelmesen nyugodt, hanem olyanok is, akik ezekből a csoportokból kiválnak, vagy csak maguk jönnek kisebb csoportokban néhány fővel, és ők nagyon elkerülik a rendőröket, és ők aztán fölbukkannak a faluban itt-ott, és keresik az utat. Általában mondható, hogy nagyon föl vannak, én magam láttam, hogy nagyon föl vannak szerelve legmodernebb technikai eszközökkel, tehát egymás közti kommunikáció számukra az sokkal természetesebb és könnyebb, mint úgy általában például egy magyar emberek között is azt gondolnám. Tehát nagyon, nagyon furcsa benyomás és érzés volt benne. Azt gondoltam, hogy ugye, ha egy vonat megtelik, az utasok védelmében bezárják az ajtót, és hiába van tele a peron, a vonat elmegy. Nem. Ugyanígy, hogyha van egy közösség, egy bizonyos mennyiségű embert föl tud venni és tud segíteni, de ha az megtelt, akkor nem tud többet, nem szabad veszélyeztetni a normál menetet és az életet, valahogy védeni kell. Azt gondolom, hogy az illegális határátlépők esetében is itten talán a humanitárius szempont, a keresztényi érző, a segítőkészség, annak is megvannak a határai, mert felelősek vagyunk az országért, a településekért, az itt lakó emberekért, ha egyszer megtelik, akkor akik illegálisan jönnek, hát sajnos azt kell mondani, mint a repülőtéren, hogy a repülő megtelt, és felszáll, és indul, tehát, de most már nem férnek be. Tehát azt gondolom, hogy főleg akkor, amikor az a látható dolog, hogy igazából nem annyira szorulnak rá, akkor egyszerűen azt gondolom, hogy aki illegálisan lép be, vissza kell tenni a határ túloldalára, sajnos nem tudunk veled foglalkozni. Megvan. Szóval itt nagyon kemény döntéseket, de nagyon világos és igazságos döntéseket kell hozni. Sok demagóg szöveg van, azt hiszem, ennek nem szabad fölülni, mert az igazsághoz, meg a létező rendhez és az emberekhez, hát hűségeseknek kell lenni.